Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Xiaomi Magyarország csatornáján. Az én nevem Zsolt, a Xiaomi évtizedes vállalat lett, tehát idén ünnepelte 2020-ban a tizedik évfordulóját. És ha ez a mobil iparban azért egyáltalán nem egy hosszú időszak, mégis a Xiaomi olyan utat járt be, amire sok gyártó irigy lehet, hiszen a Mi egy megjelenése óta a Mi 10-es sorozatig elképesztő fejlődésen ment keresztül a cég. És ha bár a Xiaomi Magyarország csatornája csak és kizárólag olyan termékekről szól, ami itthon Magyarországon kis hazánkban forgalomba kerül, azért mégiscsak érdemes szót ejteni a vállalat legcsúcsabb, legultrább készülékéről, a Xiaomi Mi 10 ultra ami bár nem kapható sem itthon, sem pedig Európában, és Kínán kívül nem is lesz elérhető, mégiscsak egy olyan készülékről van szó, ami 120 Hz-es kijelzővel, 120 W-os villámgyors töltéssel és 120-szoros zoommal hívja fel magára a figyelmet. A 2020. augusztusában megjelent készüléknek a bemutatóját már más csatornán biztos, hogy láthattátok, így ez a videó nem arról fog szólni, hogy pontosan mit tud a készülék, milyen benchmarkokat tud lefuttatni, hogy is néz ki pontosan, mik vannak az oldalán, a hátulján, stb. stb., hanem nyilván azért valamennyire átfesszük a specifikációkat, és beszélünk arról, hogy mégis mit tudott magából kiadni a Xiaomi, hiszen a Mi 10 Ultra nem véletlenül kapta meg az Ultra megnevezést. Már maga a doboz, amit mögöttem, illetve a vágó képeken is látható, igazán impozáns és a figyelmet felhívó dolog. Egy ilyen ezüstös rajta pedig a felirattal, hogy a tizedik születésnapra készült el. Magában a csomagolásban ott van a készülék, ezen kívül pedig egy 120 wattos töltő, ami őrület, hogy milyen hatalmas, akár egy 33 wattos töltőfejhez képest, plusz nyilván kapunk egy USB-C kábelt, egy USB-C, illetve 3,5 mm jack adaptert vagy átalakítót, és még egy tok is jár ebben a hatalmas csomagolásban. A készülék maga fantasztikusan néz ki: Gorilla Glass 5 üveg védi elől, Gorilla Glass 6 üveg hátul, és mivel hátul ez az áttetsző verzió, hát nem tudok szavakat rámondani, hogy mennyire pofásan néz ki, és mennyire jó, hogy alá lehet látni, hogy nagyjából melyik alkatrész hol található. Tényleg ízig vérig prémium anyag használattal rendelkező készülékhez a maga 9,5 mm-es vastagságával és majd 228 g-os tömegével, ahogy kézbe vesszük, érezzük, hogy mégis milyen minőséget tett le az asztalra a Xiaomi. Az igazán jó dolog még a sok adat mellett az a 120 Hz-es kéfrissítéssel rendelkező AMOLED kijelző, még a mitizek sem tudták ezt a kéfrissítést, ott 90 Hz-nél megállt a történet de a 144 Hz-es Mi 10 illetve 10 Pro azért már mutogatta, hogy mégis mit várhatnak az európaiak, illetve plegykák alapján arra lehet következtetni, hogy az itt lévő 120 hz panel nem kizárt, hogy a Mi 11 sorozatba fog majd belekerülni. Így vagy úgy ez a Full HD pluszos panel tényleg gyönyörű színekkel operál, egyszerűen jó tartalmat fogyasztani rajta, legyen ez egy videó vagy bármilyen játék, hiszen a Snapdragon 865-ös lapka minden új csúcsjátékot elfuttat, a 120 hz képfrissítés pedig nem csak tényleg gaming, tehát játék során nyújt elképesztő felhasználó élményt, hanem akár böngészés során is. Jól látható, hogy milyen különbség adódik, hogyha mondjuk 60 Hz-ről 120 Hz-re állítjuk be a panelt. Ugyanilyen hihetetlen, hogy milyen kamera kvartettet rakotta a hátlapra a Xiaomi. Van egy 48 megapixeles f 1,9-es rekeszértékű optikai stabilizátoros kamera, még egy 48 megapixeles 4,1-es rekeszértékű, de 5 optikai és 120-szoros digitális zoomra képes kamera, illetve maradt még egy 12 megapixeles tele és egy 20 megapixeles 128 fokos látószöggel rendelkező nagy látószögű egység. Itt is látszik, hogy a Xiaomi tényleg minden tudását belerakta a Mi 10 Ultra-ba, ami akkoriban, még augusztusban, illetve előtte a rendelkezésért állt, és ha nyilván a 120-szoros zoom inkább csak valamilyen szemfényvesztésnek tűnik, azért amikor itt elkezdem egymás után rakni a nagy nagylátószűvel, az egyszeres, kétszeres, 10 es és 120 zoommal rendelkező fényképeket, akkor szerintem mindenkinek leesik egy kicsit az álla, hogy ezeket a képeket egy mobiltelefonnal készítettem. Persze a minőség azért hagy némi kívánni volt maga után, hogyha nagyon belezoomolunk, de hogyha nem normál fényképeket csinálunk, akkor pedig talán elmondhatom, hogy a legjobb kamerással, amiről van szó. Beszéljünk még arról is, hogy egy 4500 milliamperórás telep került a burkolat alá, ami hátulról jól látható, ráadásul az a kis tekercs is, ami a vezetékmentes töltés segíti, hiszen 120 watttal lehet vezetékesen etetni a készüléket, ha pedig valaki a vezetékmentes töltésre szavaz, akkor is 50 watttal tudja magába szívni a naptát a telefon. Őrült számok ezek tényleg, le a a ami előtt, de a 120 wattnál van az igazán nagy tűzjáték, hiszen 41%-ra nulláról mindössze 5 perc alatt feltöltött a telefon. 5 perc az alatt még fogad sem most az ember, és már is majdnem félig feltöltött a telep, illetve ha valaki megvárna a 100%-ot, az nagyjából 23-27 percbe telik. Ilyenkor persze azért valamennyire már langyosodik a készülék, de hát Isten bocsássa meg, szerintem ezzel semmilyen gond nincsen. Na és most, hogy végig szaladtunk a hogy nem teljes specifikációm, nem ejtettem szót arról, hogy akár 16 GB és 512 GB-os tárhely is a telefonba, illetve az adatkommunikációs képességeket sem soroltam föl, mert nyilván mindent tud a telefon. Elég szerintem ez a három adat, hogy 120 wattos gyors töltés, 120 Hz-es kijelző, illetve 120-szoros digitális zoom, már szerintem erre is fölkapja az ember a fejét, de miért nem jött az európai piacra a Mi 10 Ultra? Ez egy jó kérdés. Valószínűleg a erőforrása erőforrásai sem engedték meg azt, hogy európai szinten piacra dobja a telefont, ilyen a nagy számban legyártsa, illetve nem kizárt, hogy ezzel a jövő évi sorozatra készült fel a Xiaomi, ennek a tudásnak a nagy része lehet, hogy a Mi 11 sorozatban is debütál majd, egyenőre erről még sajnos semmilyen információnk nincsen, maximum a felekákban lehet hinni, illetve azokról olvasgatni. A Mi 10 a többi hibája, ami miatt nem ajánljuk semmiképpen, hogy Kínából vagy más helyről berendeljétek, az az, hogy angol nyelven kívül maximum kínai a támogatott, tehát magyar nyelven nem fogtok találkozni, és ez nem csak azért baj, mert angolul a magyarság többsége nem tud, hanem azért, mert van egy-két olyan hely, ahol nincsen lefordítva teljesen a szöveg, illetve hogyha belemegyünk mondjuk egy-két applikációba, akkor ott is a billentyűzet kínai, nehéz telepíteni, nem mindent lehet telepíteni, annak ellenére, hogy van egy ilyen GetApps névre hallgató is program, amin keresztül meg lehet találni a Play áruházat, tehát mindenféle APK telepítés nélkül rá lehet rakni a hivatalos Play Store-t, hogy Androidon lévő különféle Google alkalmazások is fussanak a telefonon, de nem minden fog futni, többek között nekem például a Chrome-ot sem sikerült telepíteni, sem újraindítás, sem pedig kikapcsolás után, szóval igazából például egy olyan lehetőségtől estem el, ami azért nagyon fontos a mindennapokban, hiszen a Google szinkronizációt egy Chrome esetén is használja az ember, és ami még ennél is talán hátrányosabb az a B20-as LTS sárnak a hiány, Sokan mondják, hogy jaj, Istenem, nagyvárosokban lakunk, ott már van B20, de gondolni kell arra több millió emberre, akik viszont nem a nagyvárosokban telepettek meg, vagy nem ott élnek, és ha ilyen helyen laknak, ugye akkor a 4G-t nem fogják elérni, a 3G-t sokszor nem építették már ki, ezért a 4G és 3G helyett már csak és kizárólag a 2G, tehát Edge lesz az, ami rendelkezésükre fog állni, így tehát még akár egy salmi.hu honlap is, akár több perc alatt fog betöltődni, használatlan válik egy okostelefon, hiszen internet nélkül ezek a készülékek vajuk be nem sokat érnek. A Mi 10 Ultra viszont ennek ellenére úgy mondva egy csúcskészülék, egy erődemonstráció megmutatja, hogy a Xiaomi mire képes jelenleg és mire lehet képes a jövőben. Nyilván ezek a számok még jobbak lesznek. Nyilván a háttérben a kínai vállalat is dolgozik azon, hogy minél inkább tökéletes telefon tudjon a felhasználóknak a kezébe adni, Persze ezeknek a készülékeknek ára van, persze ezeket meg kell fizetni, és nyilvánvaló, hogy mint minden konkurens gyártónál itt is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni akkor, hogyha mindenből a legjobbat szeretnénk, hiszen már majdnem egy kézi számítógép van a kezünkben, amiről 10 éve, amikor még a szám alapult, nem is álmodhattunk. Ez tehát egy ilyen különleges, kicsi, személyes véleményt is belecsempésző videó volt. A Xiaomi Mi 10 Ultra tehát nem lesz kapható sem Magyarországon, se Európában, nem is érdemes ezekkel kapcsolatban kérdést feltenni, és én, illetve mi sem ajánljuk, hogy külföldről berendeljétek, sem a magyar nyelv hiánya miatt, sem pedig a B20-as LTE hiánya miatt, az viszont biztos, hogy ezzel a telefonnal már felkészülhetünk a jövő évi csúcsmodellekre, 100% hogy mindent bevet majd a Xiaomi, hogy egyrésztről mindenki fölé emelkedjen, másrésztről pedig, hogy minden felhasználó szívét megdobogtassa. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a kis rendhagyó videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy -e lájkot like YouTube esetén, ne felejtsetek el követni minket ezen a csatornán, illetve ott van még a Facebook, az Instagram, valamint a xiaomi.life.hu blog oldalunk, oldalunk is, amiken szintén érdemes követni minket. Szép napot mindenkinek, sziasztok!